Két olyan csapat lépett pályára a Vecsik csarnokában, amelyik jól ismeri egymást. A házigazda NKK 5-ös az előselejtezőt, majd a selejtezőt is sikerrel vette a kadett bajnokságban. A folytatásban az újabb körben is több meccset nyert Ferenczi Tamás csapata, így az U16-os korosztály képviselői a klub történetében először feljutottak az országos főtáblára. A 32-ben nagyon jól álltunk a bajnokság elején, reális esélyünk volt a 16 közé jutásért, viszont ami látható a mi csapatunkban, 5-6 meghatározó játékos van, és két kulcsmérkőzésen a kezdő ötösünkből mindig volt egy-egy hiányzó. Két szoros vereséget szenvedtünk el, és ezáltal nem jutottunk a 16-ban, hanem a 25-től 32. helyért folytatjuk a küzdelmeket. Jelen pillanatban kettő mérkőzést játszottunk a 25 és 32. helyért kiírt bajnoki részben, megvertük a pécsi csapatot, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémiát 31-jel két heten, és a mai nap sikerült vértizzadva úgymond a városi rivális ellen is nyerni. Ez azért nagyon nagy dolog, mind a két csapatban rengeteg beteg játékos volt. Olivérrel többször egyeztettünk, ők is halasztottak el mérkőzést, mi is halasztottunk el mérkőzést, és úgy gondolom, hogy ma főleg a támadó játékon mind a két csapatnál látszott, hogy a játékosok nincsenek csúcsformában. Én úgy gondolom, hogy ami miatt sikerült nyernünk, hogy hazai pályán játszottunk, nagyon lelkesek voltunk, mindenféleképpen nyerni akartunk. A második félidő az nem szép kosárlabda volt, de a győzelem az megvan. A pontszegény mérkőzésen közel 90 alkalommal ugorhattak a lepattanóért a játékosok. A vendégek edzője szerint a két csapat közötti fizikális különbség döntött az NKK 5-ös javára. A lepattanó csatát azt megnyerték, sokkal fizikálisabbak voltak tőlünk, sokkal erősebbek, és ez látszott is a végeredménye. Végkísérték sérülések, betegségek, a legfontosabb meccseken, a legjobb mezőnyjátékosunk már december óta sérült, ez nyilván kihatással volt a szezon kimenetelére, úgy gondolom, hogy ennek ellenére jó meccseket játszottunk, sokat fejlődtek a srácok, és majd a következő szezonnak nekivágunk újból. Az NKK 5-ös szerdán Budafokon győzött 65-35-re, így 7 győzelemmel és 1 vereséggel áll a csoport élén. Ferenczi Tamás együttese pénteken a Budafokot fogadja, a tabella 4. helyén álló Nyíregyházi Sportcentrum pedig a Deac Kosárlabda Akadémia B csapatához látogat.